Varró Dániel költőt, írót, műfordítót köszöntöm szeretettel itt körünkben, és nem állom meg, hogy egy kis szubjektív indítatással ne kezdjem mindjárt az elején, mert láttam, hogy itt egy kedves olvasód a Bögre az úrt dedikáltatta veled. És erről eszembe jutott, hogy mi van annak körülbelül 10 éve, amikor a Magyar Rádióban egy irodalmi műsorban beszélgettünk, talán éppen erről a kötetről, és arra is emlékszem, hogy akkor nem átallottam egy olyan kérdést föltenni neked, hogy biztos vagy abban, hogy úgy telik el az életed, hogy író, költő leszel. Ez egy nagy elszántság, egy nagy motiváció benned annyira, hogy ebben már akkor biztos lesz, vagy el tudod képzelni, hogy egy ideig ehhez van kedved, aztán csinálsz majd valami mást. Kérdeztem, hogy esetleg majd filmet rendezel, és akkor azt mondtad, hogy ez simán elképzelhető. De igen, ezt mondtad. Most már ezt a kérdést nem tenném föl, de ha föltenném, akkor nem azt mondanád, ugye, hogy elképzelhető, hogy másba vágsz vele. Hát, hogy csodálkozom, én azt gondoltam volna, hogy biztos azt mondtam volna, hogy nem nagyon értek semmi máshoz. Tehát, hogy nekem mindig az volt már a középiskola évek végén, ahogy így nagyon belegondoltam. Tehát nem nagyon voltam semmi se tehetséges, meg ugye elég ügyetlen vagyok mindenféle praktikus dologban. Tehát, hogy és nem irodalom, tudom elképzelni. Irodalomból hányasod volt? Irodalomból általában 5-ösön volt, az úgy érdekelt is. Azt hiszem, hogy az volt akkor az elgondolásom, hogy esetleg tanár leszek. De igazából ahhoz sem érzem, hogy nagyon alkotilag megfelelt volna. Tehát, hogy csak ezért nem. Ami még nagyon érdekelt, az a sportriporterség. Ez volt egy ideig, ami nem tudom, Knézi Jenő volt a nagy példaképem, és nekem nagyon tett. Tehát ez volt még, amiben valószínűleg kipróbáltam volna magam fiatalkoromban. És el tudtad képzelni, hogy jégkorong meccseket közvetítesz? Hát főleg foci meccseket, nem tudom, de egyébként ebből valamennyi megvalósult. Tehát a szakkommentáltam pókert a Eurosport egy rövid ideig, úgyhogy ezt picit kiéltem, de különben, tehát igazából ilyen kizárásos alapon maradt az irodalom, és ezért csodálkozom, hogy akkor lehet, hogy még fiatalon volt annyi magabiztosság bennem, hogy el tudtam képzelni, hogy az hát, élet más területén megállom a helyem, nem nagyon csodálkozom. Hát ez vagy ezen. Magabiztosság, vagy bizonytalanság abban, hogy az írásban megállod, de ugye? Most tulajdonképpen van egy konkrétum, egy nem mondanám, hogy penzum, de egy kellemes és szerencsés alkalom is erre a beszélgetésre, hogy megjelent a Lewis Carroll könyve új fordításban, Alice Csodaországban és a tükör másik oldalán címmel. Végig, ahogy gondolkoztam arról, azon, hogy miről beszélgetünk, meg ahogy felidéztem magamban a Carroll könyv foszladozó élményeit magamban, hogy ez tele van nagyon nagy és nagyon elcsépelt és nagyon használt metaforákkal. Már mindjárt a címben is ez a tükör. Már ha azt kérdezném, hogy a tükör másik oldalán, már mindjárt megtolthatnám egy kérdésre, hogy melyik az a másik oldal, ugye? Nem zavart téged ez a tulajdonképpen banalitássá lefokozott metafora rendszer, amit ő használ, még amikor írta 150 körülbelül évvel ezelőtt, akkor még ez szinte úttörőként? Hát az gyorsan leszögezem az elején, hogy ez ketten fordítottuk a nővéremmel, a Varró Zsuzsával, ő fordította igazából a nagy részét, a prózát, és én leginkább csak a verseket fordítottam benne, ami egyébként elég sok, és hát nagyon sok ilyen szójáték mindenféle van benne, tehát és akkor azokban is néha segítettem, tehát valamennyi részt vállaltam a prózai, tehát így beszélgettünk róla, meg néha volt nekem is ötletem, de alapvetően a verseket fordítottam. Hát nem tudom, igazából engem főleg az érdekel, tehát én nagyon szeretem általában szeretem az irodalomnak az ilyen vidámabb, vagy nem tudom, könnyedebb, vidámabb vonulatát, és már ilyen középiskolás koromban, amikor így nem tudom, fordítani elkezdtem dolgokat, akkor nagyon hamar rátaláltam erre ugye angolul tudtam én, és akkor erre az angol nonsense költészetre, ami nekem nagyon tetszett, hogy van ilyen, meg hogy ezt ők ennyire komolyan veszik, és hát ugye ennek a... De bocsánat, hogy lehet középiskoláskorban csak úgy rátalálni az angol nonsense költészetre? Hát engem érdekeltek a versek, olvasgattam mindenféle antológiákat, nem hiszem pontosan, hogy volt, de valahogy így rábukkantam ezekre az ilyen... Tehát ez hamar kiderült mindenféle antológiákban, nem tudom, neked olvasni a verseket, hogy az angolok sokkal több vicces verset írnak, meg hogy nagy költőknek is vannak ilyen, például a limerikjei, tehát ilyen kis ötsoros, az is ilyen nonsense forma tulajdonképpen, tehát hogy ők ezt sokkal komolyabban veszik, sokkal inkább, ugye abból is látszik, hogy ilyen komoly antológiákban, például a Lewis Carrollnak mindig van egy-két verse, ugye az Alice könyvek szerzőjének, tehát hogy ez úgy része a komoly, az ő
az ő irodalmuknak, és ez klasszikusnak számít. És akkor ez, tehát tényleg már akkor így, amikor így elkezdtem így fordítani verseket, akkor ilyesmiket fordítottam örömmel. Úgyhogy úgy jött ez az egész, hogy nekem például már, én már eleve több vers megvolt nekem, tehát ami már lefordítottam ebből az Alice csodaországban, meg a másikból egy-két verset, és akkor ahogy jött így ez a felkérés felénk, akkor ezt folytatunk csak. Tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy engem inkább ez a nonsense humor, meg egyáltalán a humor, meg ez a furcsa, ugye Padarnak hívta ezt a Kosztolány, ez a badarság, ami vonz benne, és nem pont annyira, hogy most a világ milyen metaforák. Ez valóban humor, de a szó igazi értelmében véresen komoly humor. Ez nem az a fajta humor, amin az ember könnyedén ahodázik olvastában. Igen, ez igaz, nem ez. De hát én azt mondanám, hogy ez ugyanakkor viszonylag tipikus angol humor, de szerintem egy fölismerhető és abszolút ilyen előzménye ezeknek, tehát ami mondjuk ugye most már nagyon népszerű mondjuk mondjuk a Monty Python, és szerintem nagyon fölismerhető egy csomó helyen, tehát hogy olyan típusú dolgok például, hogy mindenki nagyon brutális, tehát ahogy a Monty Pythonnál mindig fölrobbannak emberek, meg nem tudom, ennek az előzmény annyira benne van, tehát hogy itt ilyen annyira ez egy ilyen furcsa morbiditás, meg brutalitás van ebbe. Annyira furcsa, hogy van a szegény 7 éves Alice nevű kislány, aki ott mászkál ebbe a világba, és mindenki iszonyú goromba vele, és nem tudom, tehát hogy van benne egy ilyen hidegség, és nem fejletlenül mindig vicces, de ugyanakkor szerintem most már egyébként így pont hogy pont mondjuk a Monty Python miatt, meg más ilyen dolgok miatt szerintem jobban vesszük ezt a fajta humort. Tehát én úgy érzem, hogy így jobban lehet, tudunk talán nevetni rajta, mint nem tudom korábban. Ez érdekes, és lehet, hogy az utóbbi évtizedek fejleménye ez, mert arra emlékszem, hogy egyszer valahol azt mondta, vagy írta Ilyés Gyula, hogy a magyar humorhoz legközelebb a francia humor áll, és teljesen egy tőről fakad. És hát most meg nagyon úgy látszik, hogy ezt a valóban abszurd angol humort egyre többen veszik és fogadják be. És lehet, hogy ez az utóbbi néhány, két, három, négy évtized, inkább három évtized folyamánya. Hogy talán van ilyen fejlődés, igen, vagy nem tudom. Hogy lehet ketten fordítani egy könyvet? Oké, hogy a prózát a Zsuzsa fordította, a versbetéteket, vagy a verseket, te meg a szójátékokban besegítettél a prózafordítás közben is, de egyszerre nekiültetek, vagy előbb azért a Zsuzsa fordított egy kis prózai részt, és ahhoz hangulatában próbáltál a versekkel alkalmazkodni, vagy teljesen egymástól független, és amikor kész voltatok a számítógépben Ctrl-C, Ctrl-V, vagy hogy? Inkább az első volt persze közel, tehát eleve is úgy végigbeszéltünk dolgokat, meg hát ugye nekünk gyerekként is ez ilyen közös élmény volt, tehát nekünk meg volt meselemezen az Alice, és akkor azt hallgattuk, és együtt nem szerettük egyébként. Tehát az is az a furcsa, hogy gyerekként úgy idegenkedtünk tőle, meg olyan értetetlen miért? Volt. Olyan rémisztő volt? Rémisztő volt, pont ez nagyon jó szó, szerintem nagyon rémisztő volt. És akkor ehhez képest például így rácsodálkoztunk most, ahogy megint megnéztük, elolvastuk angolul, hogy tulajdonképpen barátságosabb szöveg ez annál, mint amire mi emlékeztünk. Igen, az is van nyilván, hogy felnőttként sokkal több mindent megért belőle az ember. Ugye, mert tényleg tele van ilyen, tényleg mondjuk filozófikusnak nevezhető dolgokkal, tehát ilyen nyelvfilozófiai okoskodásokkal, rengeteg ilyen logikai dolog, ugye matematikus volt a Lewis Carroll, és az egész, ahogy fölépül, ugye például az egész, a tükörországos rész, az egy sakkjátszma tulajdonképpen, ebben az új a könyvben is benne is van, hogy ő van egy sakkpartinak a végjátéka, és akkor minden szereplő megfeleltethető egy figurának, és akkor a minden fejezet egy másik mezőn, tehát hogy valahogy ezt így végig gondolta ilyen logikusan. Hát nyilván ez gyerekfejjel nem különösebben. Hát ő még logikai játékokról is írt könyvet a Carroll.